Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai víkendben Állatsorsok című mesekönyvével érkezik hozzánk Zámboriné Laskai Ildikó, de itt lesz Kéri Péter, Borbély Balázs, Balogné Szűcs Zsuzsa és a Rabócsi Renáta is. Hogy ki milyen témában, az később kiderül, érdemes lesz velünk tartani. Az előző adás végén azonban Szentpáli Roland koncertjéről ígértem egy részletet, úgyhogy indítsuk ezzel a mai adást. Hogyan állítottad össze a ma este programját? Nagyon nehéz volt, ugyanis sok darabból lehetett volna válogatni, de nyilván az is szempont volt, hogy az elmúlt időszakban milyen darabok szólaltak már meg, tehát melyik előadónak milyen darab van kézben, és aztán úgy esett a választás, hogy végül Gyivicsány György, Harsonán, Zempléni Szabolcs, Kürtön, Szőcs Henrik zongorán, Lukács Gergely tubán fog közreműködni, valamint a Kántémusz vegyeskar fog elénekelni egy kórusművemet, és tulajdonképpen ez volt az, ami az egészet rendszerbe szedte, hogy ki mikor énekelt, ki mikor játszott az elmúlt időszakban a darabjaimból, mert nekik akkor kézben van a darab, nem kell külön próbálni rá, meg elérhető az apparátus, és akkor könnyű utaztatni. Tehát egy nagyon sok ilyen praktikus dolog is közbeszólt itt. Nyilván nagy zenekari darabot nem tudtam lehozni, mert nagy zenekart nem tudtunk ide lehozni, de szerintem egy nagyon izgalmas program jött most így össze. Milyen a koncertévadod az idén? Nagyon-nagyon sűrű. Egyrészt rengeteget játszom a nemzeti filharmonikusokkal, mellette szólózom is, meg mesterkurzusokat is tartok, valamint viszonylag sokszor játszák így a darabjaimat. Nemrég a Ponta Cantimus vegyeskar énekelte a Mátyás templomban ezt a kórusművet, amit most hallani fognak, valamint jövő héten hétfőn a Doknányi zenekar fogja játszani a Kataklizmák című darabomat a Zeneakadémián, majd 12-én a Műpában ugyanezt a darabot. Tehát most nagyon-nagyon intenzív ez az időszak, de december közepétől egy picit már nekem is hígabb lesz a szezonom. Említetted a mesterkurzusokat, mesterkurzusaidat, azokat itthon vagy külföldön is tartod rendszeresen? Külföldön tanítok mesterkurzusokon, itthon a Zeneakadémián tanítok, mint professzor, már 5. éve, úgyhogy itt van egy rendszeres ilyen állásom, ami tulajdonképpen egy felsőfokú oktatás a saját szakmámban, és pont ezért van az, hogy többnyire ezek az alkalmi tanítások külföldön vannak. És külföldi koncertek esetleg? Külföldi koncertek is vannak. Legutóbb Lengyelországban voltam, ott játszottam saját darabomat, meg játszottam egy nagy együttessel is, vezényeltem, úgyhogy az is paralel működik. Ennyi munka mellett van időd zeneszerzésre? Van esténként, vagyis egy éjszakánként szoktam ezeket csinálni. Most éppen az MMA, tehát a Magyar Művészeti Akadémia keretein belül egy egész estés baletten dolgozom. Ez már tulajdonképpen a tavaly nyáron elkezdtem, úgyhogy ez egy hosszabb lélegzetű dolog, de hát ez egy nagy produkció lesz, kétszer 40-45 perc. Úgyhogy ez veszi el az időmet, de egyébként pont ha már balett így szóba jött, a Műpában játszották a 2020-as Műpa zeneműpályázatos versenygyőztes balettemet, az Északi szél és a napot. Ez kétszer ment, és hál' Istennek olyan nagy sikere volt, hogy még februárban is és áprilisban is megy még kétszer. Úgyhogy nagyon örülök ennek, és hát nagyon ígéretesnek tűnik ez az új balett is. Most éppen azon dolgozom, hogy mire megírom a darabot, már megjön az apparátus, hogy hol és kikkel fogjuk előadni. A fiatalok közül sokan tanulnak tubázni az egyetemen, a tanítványaik közül? Hát nekem az a nagy szerencsém, hogy én az egyetemen, nekem van egy óraszámom, amit én feltölthetek, tehát nem lehet túl sok növendékem, kevés növendékem nyilván lehet, mert van egy bizonyos óraterhelés, de azt kell mondjam, hogy nekem elég növendékem van, és nagyon jók egyébként, nagyon jó a színvonal. Például az egyik volt növendékem, aki 2 éve végzett nálam, Lukács Gergelyt, a mai este majd lehet hallani, egy frenetikus tehetség. És hát, hogy országszerte mennyien tubáznak, szerintem egyre kevesebben, mert a fiatal generációt nyilván nagyon könnyen elragadja az internetvilága, meg minden más, így a figyelmét, sok minden más izgalmasabb. Az én időmben nyilván ezek még nem voltak, nem lehetett mobiltelefon nyomogatni, nem lehetett elérni az egész világhálót különféle eszközökön, és mi még
mi még sportoltunk, mi lementünk focizni a haverokkal, meg elkezdtünk hangszeren játszani. De hát ez egy más világ volt, most egy teljesen más időszak van, ez a Z-generáció teljesen más technológiai környezetben nő fel, ami egyébként nagyon jó is, mert az, ami számunkra nem volt elérhető, mondjuk az IMSLP-n keresztül, ez egy nagy nemzetközi internetes kódtatár, most bármilyen kódtát szinte el lehet érni, bármihez hozzá lehet férni. A mi időnkben ez nem volt, még a könyvtárba jártam ide be Nyíregyházán kódtát kölcsönözni. Hát nyilván a könyvtárnak sem volt akkora kódta állománya, úgyhogy sok szempontból sokkal egyszerűbb most zenét tanulni, zenét hallgatni, viszont más szempontból meg sokkal nehezebb megfogni a fiatalabb generációt, akármilyen művészetnek, vagy akármilyen sportnak, mert az internet, a játékok és az online világ nagyon sokukat tulajdonképpen az asztal előtt tartja. Nem lehet elég korán felkészülni a karácsonyra és a szilveszterre, de ez nem csak az ajándékok és az ételek tekintetében van így, hanem abban a tekintetben is, hogy miben ülünk le az ünnepi asztalhoz, vagy miben megyünk el egy céges vacsorára. Ezekről beszélgetünk most Rabócsi Renával, aki mindent tud a ruhákról, főleg az ilyen exkluzívabb dolgokról. Hoztál is egy gyönyörű babát, ugye a te, ha lehet azt mondani, a védjegyed, a tül. Igen. És a tütük, úgyhogy már az egész országban, sőt szerintem a világ számos pontján ismerik azt a stílust, amit, ha lehet azt mondani, te teremtettél meg itt ebben az országban, vagy legalábbis óriási szereped van abban, hogy nagyon népszerű lett Magyarországon. Hát karácsonykor szerintem sok tütő előkerül majd a szekrényből, vagy lehet, hogy valaki még most készül mondjuk elkészítetni. Van-e ebben egyébként változás, például már annak tekintetében, hogy a te ízlésed változott-e, vagy ez egy örök szenvedély, ez az anyag és ez a formavilág? Nyilván nagyon sok mindenben változott az ízlésem azzal, hogy gyerekeim vannak. Azért sokkal jobban át tudtam élni gyerek nélkül a miniszoknyás, tültütős megjelenést. Most már nyilván a kényelmesebb dolgok felé hajlok én is, és sokkal jobban tudok tanácsot adni idősebb hölgyeknek is akár. De nyilván, hogyha valaki a vőlegényével, vagy friss házasként a férjével ünnepli a karácsonyt, akkor mindenképpen be lehet szerezni egy merészebb darabot is. 2023 hozott-e valami nagy változást mondjuk az anyagok, a színek és a minták tekintetében? Mint ahogy nálatok is a natur vonal, az annyira beépült a karácsonyba is, és igazából mindenhová. Tehát a hagyományokhoz és természethez sokkal jobban visszanyúlunk. Ugye sokkal fontosabb a fenntarthatóság, nem csak a divatban, hanem a karácsonyban is. Sokkal inkább választunk minőségi dolgot, ami időtálló. Ez például azt jelenti, hogy a természetes
anyagok és a színek kerülnek előtérbe? Gondolok itt a földszínekre, vagy a len vászonra például. A lenvászon egy nyári anyag, de mondjuk bútorban vagy lakberendezésben nyilván használható karácsonykor is, de karácsonykor ruházati anyag tekintetében ugye a gyapjú, egy nagyon finom gyapjú nadrág, vagy zakó, vagy blézer, az egy teljesen időtálló darab, és érdemes beszerezni. Egy angol száz hagyomány kezd, úgy látom, Magyarországon is tért hódítani, mégpedig az ilyen vicces karácsonyi pulcsiknak a viselése, vagy karácsonyi pizsamáknak a viselése, amit így kiterjesztenek az egész családra, tehát apuka, anyuka és a gyerekek is hasonló mintás szedben jelennek meg. Ez általában csak mondjuk egy fotózáskor dívik, vagy azért találkozol ilyen igényekkel is? Én úgy készültem, hogy egyébként ilyen mókásabb apukáknak simán ajánlom, hogy fel lehet venni karácsonyi pulcsit is, mert a férfiaknak azt mondanám, hogy egy szép fehér ring tökéletesen elegendő, de igen, tehát ez a karácsonyi pulcsi jó lehet egy olyan apukának, aki ezt meri viselni, és már azzal egy jó hangulatot teremt a családban is. Hogy látod, elsősorban a rendezvényekre, például egy céges vacsorára öltöznek föl jobban az emberek, vagy igyekeznek az ünnepi hangulatot úgy is fokozni, hogy azért otthon is felöltöznek például a vacsorához? És ebben például kérnek-e tanácsot, hogy mondjuk egy családi vacsorán mit viseljenek? Igen. Tehát mindenképpen van, aki megkeres ezzel konkrétan, hogy karácsonykor mit vegyen fel, vagy konkrétan készített, mert már elképzelése van. Én azt szeretném kérni igazából mindenkitől, hogy saját lehetőségei, ideje, anyagi helyzetéhez képest is legalább az igényünk legyen meg arra, hogy megadjuk azt a tiszteletet ennek az ünnepnek, ahogy igyekszünk felöltözni úgy, hogy az méltó legyen. Tehát igen, anyukaként már azt gondolom, hogy mi inkább fontos, hogy mit adunk tovább, tehát a gyerekem látni fogja azt, hogy én miben vagyok, és nem mindegy, hogy mit visz tovább. Nagyon sok nő panaszkodik arra, hogy olyan szépek ezek a ruhák, de mikor vegyem fel. Nagyon, én azt látom, hogy egyre inkább elkényelmesedtünk, és melegítő, és farmernadrág, póló. Nincs vele semmi baj. De igen, ezeknek az alkalmaknak meg kell adni azt a tiszteletet, hogy felöltözünk magunknak is, mert akkor időt kell teremteni magunknak arra, hogy elkészüljünk, hogy a hajunk, az arcunk, a smink, az öltözködéssel a ruhákra szánni néhány időt, hogy azt úgy összerakjuk, hogy megfelelő legyen. Ugye a karácsony színe az általában a bordó, a zöld, ez a gyönyörű smaragdzöld, arany. Hogyha már egy sötét nadrággal felveszünk egy sejem blúzt, akkor akár abba is kiszolgálhatjuk a családot, de már megtiszteltük azzal a családot is, és magát az ünnepet is. Arról nem beszélve, hogy én úgy érzem, hogy ez egy az évnek az egyik legpazarabb vacsorája. Nem, hát egész. Ebben rengeteg energiát beletesznek, igen, például a hölgyek, hogy nagyon nagy a választék, szinte roskadoznak az asztalok, és sajnos ezzel párhuzamosan ők is roskadoznak, és nagyon sokan szinte beesnek a karácsonyfa alá, halálfáradtan, elcsigázva, hiszen napok vagy hetek óta készülődtek. Úgyhogy valóban, amit mondtál, ez nagyon fontos lenne, hogy adjunk magunknak is egy kis felkészülési időt, egy kis lecsendesedést, ami pont elég egy sminkre, igen, egy hajbeszárításra, ha már fodrászhoz nem is jut el mindenki, igen, és egy szép ruhának a kiválasztására. És hát, ha túl vagyunk a szeretet ünnepén, már nem a szó rossz értelmében vagyunk túl rajta, hanem megtörténik a szenteste, utána még azért sokan karácsonykor ugye ide-oda látogatnak, tehát akár ott is érdemes megmutatni a legszebb ruháinkat, és aztán készülünk már a szilveszterre, ami ismét egy porond,
ott azért lehet csillogni, villogni. A hölgyeknek talán egy kicsit nagyobb a mozgástere színekben és formákban. Most ebben az évben vannak-e menő színek, vagy a csillogos aranyak és ezüstök azok örök klasszikusnak számítanak? Nyilván az örök klasszikus darabok azok mindig velünk vannak, tehát egy flitteres feketével, ezüsttel, aranyjal nem nyúlunk mellé. Ráadásul ugye itt a színeknek van babonai vagy hagyományos jelentősége is, ezt mindenki eldönti, hogy mire vágyik a következő évben és mivel erősíti ezt. De most trendszín így a karácsonyban is, meg a szilveszterben is a világos kék. Nem mondod komolyan, de a világos kék? Igen. Hát akkor még, mivel ugye 8-a van, még a hölgyeknek van ideje beszerezni valami világos kéket, és nagyon trendinek lenni akár karácsonykor, akár szilveszter este. Te miben leszel karácsony este? Szerintem körülbelül így, ahogy most vagyok. Nagyon kényelmes nadrág és egy sejemblúz. Renna, nagyon szépen köszönjük, áldott karácsonyt, és még jó munkát addig, meg gondolom, hogy sokan keresnek majd. Igen, köszönöm. Pingvinek, Mikulás sapkás zsiráf és más állatok fogadták a látogatókat szombaton a Nyíregyházi Állatparkban. Programokkal teli nagy Mikulás kalandra várták a kicsiket és a nagyobbakat már második alkalommal. Nagyon izgatottan vártuk ezt a napot, több hétig készültünk rá, rengeteg programmal és rengeteg érdekességgel készültünk a látogatók számára, úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni a mai nap. A bejárat mellett naponta többször is különleges buborékshowt élvezhettek a gyerekek egy másik télanyó jó voltából. Ki tudja elkapni? Gyorsan kutaska, mit elkapjuk el, én fogok lenni. Jó, hát már megint a gyerekek teltek. Már öreg vagyok ehhez egy kicsit. Az igazán nagy duranáshoz sem kellett messzire menni, az Óceánáriumba kalauzolt el minket a Hóember bőrbe bújt sajtó szóvivő. Itt a figyelmes látogatók hamar kiszúrhatták a Mikulás ruhát a homoki tigriscápa medencéjénél. Ahhoz azonban, hogy a Mikulás megmutassa teljes valóját, a gyerekeknek komoly feladatot kellett teljesíteniük. Gyerekek, beszéltem a Mikulással. Szeretnétek, hogy lemerüljön a cápák közé? Igen. Akkor énekeljetek neki. Télapó itt van, hó a subája, jég a cipője, keng a szakálla, zsák-zsák, terisák, piros halma aranyák. Az éneklés elérte a célját, rénszarvas és szánkó helyett békatalpán merült a Mikulás ruhás búvár, a közel 3,5 méter hosszú, több mint 170 kg-os Joker mellé. A termetes tigriscápa azonban nem riasztotta meg a Mikulást, vidáman integetett mindenkinek, a lelkes gyerekekkel pacsizott is, amiről persze sorra készültek a fotók és videók. De nem mindig csak az úszó Mikulást figyelték a kicsik. A cápákat! Meg a Mikulás! Bátor volt a Mikulás és a Krampusz? Igen. Te bemernél menni? Nem. A búvár Mikulás mellett szárazföldi télapó is várta a gyerekeket a Viktória házban. Szervusz, na hogy hívnak? Izabella. De szép neved van, Izabella. Hanyadikos vagy te az iskolán? Másodikos. És szeretsz tanulni? Igen. És jól is tanulsz? Igen. Akkor büszkék rád a szüleid, ugye? Igen. Jaj, hát egy minta gyerek vagy, ez minden szülő álma. És akkor te szoktál rosszalkodni egy kicsit? Nem. Nem szoktál. Izabella sminkes asztalt kért a Mikulástól, és rajta keresztül a Jézuskától is. A fiúk pedig focilabdát szerettek volna. Azonban voltak olyan gyerekek, akik ettől sokkal kevesebbel is beérnék. Tényleg csoda kezd történni a szülők és a gyerekek lelkében is, meg a szívében is. Egyre több gyerek nagyon reális és nagyon egyszerű, szép ajándékot kér a Jézuskától. Tényleg csak három vagy nem tudom hány példát mondhatok. Volt olyan gyerek, aki naposkát kért és szivárványt, semmi mást. Ennyit kért. Kétszer megkérdeztem, hogy ő neki ennyi kell. Ő úgy szeretne szivárványt látni, és a napocskát is hűsön. Már évszázadok óta kíséri figyelemmel a Mikulás a gyerekeket, és nem szokott megfeledkezni a Nyíregyházi Állatpark lakóiról sem. Nekik is jutott ajándék ezen a különleges napon. Az aranykezű tamarinok és a szomszédságukban élő rokonaik, a császárbajszú tamarinok is Mikulás sapkában kapták meg a legfinomabb falatokat.
Itt az állatpark 35 hektáros területén 5000 állat él, és az nem titok, hogy amellett, hogy a vendégek most különféle programokban vesznek részt, folyamatosan az állataink is meglepetéseket kapnak. Most épp ezekben a pillanatokban a papagájuk kaptak finomságot, de a főemlősök sem maradnak ki a csemegékből. A gyerekek mosolyának nem csak a Mikulás örült, hanem a Hótündér is, aki a nap során kétszer is megajándékozta koncertjével a nyíregyházi állatpark látogatóit. Még nem zárta be kapuit a Sóstói Múzeumfalu, idén ugyanis úgy döntöttek, hogy a régi idők karácsonyi szokásait is felelevenítik, vendégünk Balogné Szűcs Zsuzsa. Szia Zsuzsa, jó estét! Én is köszöntök mindenkit! Ez azt gondolom, hogy nagyon különleges dolog, hiszen azért ilyenkor ti már bekuckóztok, és most mégiscsak jött ez az ötlet. Kinek volt az ötlet, elárulod? Hát az enyém, mert hogy számomra úgy kerek egy év, hogyha kezdjük a farsangi szezont, akkor zárjuk karácsonnyal ezt az időszakot, és hát talán az egyik legszebb ünnep, aminek a különlegessége a régmúlt időkben még fontosabb volt, hiszen ebben az időszakban rengeteg babona, hagyomány, szokás is szokásban volt, és hát azt gondolom, hogy érdemes ezekről beszélgetni, feleleveníteni, és hát látszik a programkínálatunkból is, hogy olyan vendégeket hívtuk, akik ezekben segítségünkre lesznek, például ugye a kántálásban, vagy a betlehemezésben, amit már kezd kikopni lassacskán a mindennapokból ilyenkor télen, amikor is a falvakban természetes volt, hogy házról házra jártak a fiatalok, karácsonyi énekeket énekeltek, és adományokat gyűjtöttek a családoktól, és hát természetesen ez mivel kopik kifelé, mi nekünk az a küldetésünk, hogy ezt felelevenítsük, talán még itt megőrizzük Nyíregyházán. Azt hiszem, hogy Kárpátalján és Erdélyben nagyon sok településen és falvakban még ez teljesen mindennapi hagyomány, és a fiatalok számára a világon a legtermészetesebb dolog, hogy ilyenkor beöltöznek és mennek házról házra. Nemrégiben láttam egy ilyen dokumentumfilmet, és annyira magával ragadó volt egyébként, úgyhogy tényleg jó lenne, hogyha esetleg a mi fiataljaink is kitekintenének a kütyük bűvöletéből, és egy picit megízlelnék. Ez hogy fog kinézni nálatok a múzeumfaluba? Tehát végig lehet nézni, vagy esetleg be is lehet kapcsolódni? Pontosan, és nagyon jó, hogy Kárpátalját mondtad, hiszen Tiszacsomáról fog jönni, Kárpátaljáról egy lelkes kis csapat, akik ebben segítségünkre lesznek, de amúgy mi is eléggé keleten vagyunk már az ország határ tekintve, és bizony még én is nagyon sokat jártam kántálni, úgyhogy konkrétan a kántálás református szokását azt én fogom tanítani vissza, úgy, ahogy én is gyakoroltam egészen középiskolás koromig, és hát természetesen a betlehemezés, egy különleges betlehemezést hoznak el a tiszacsomai fiatalok, méghozzá bábtáncoltató betlehemessel fognak minket megörvendeztetni, nincs messze tőlünk Kárpátalja, alig 80-90 kilométerről érkeznek hozzánk ezek a fiatalok, és valóban így van, hogy nekik ez teljesen természetes. És aki úgy gondolja, hogy szeretne bekapcsolódni, délután, amikor a múzeumfalu megnyitja a kapuit, mindeközben, hogy mi egy térképes karácsonyi játékra invitáljuk a vendégeinket, felöltöztetjük a múzeumfalut, egy különleges köntösbe karácsonyi illusztrációkat tűzünk majd a házakhoz, az istállókhoz. Mindeközben majd a templomban lehet majd betlehemes nézni, óránként lesz egy betlehemes délután 2-től, 3-tól és 4-től is, illetve tanulunk majd a Kálusemjéni hátsóházban kántáló énekeket, dicséreteket
énekelt karácsonyi dalokat, és minden egyes csoport, aki érkezik hozzánk, együtt elmegyünk házról házra, és énekelünk, megpróbáljuk egy kicsit feldobni a múzeumfalu hangulatát is. Reméljük, sokan kíváncsiak lesznek arra, hogy hogy néz ki egy falusi paraszt ház karácsonykor, hiszen nagyon sok helyen díszítették termékenységvarázslásnak megfelelően. Ugye az adventi időszak nem csak az elcsendesedik és várakozás időszaka, hanem bizony a falusi emberek, aki a földből éltek és a jószágokban, ez bizony a babonák ideje is van. Borbála napkor, Luca napkor voltak különleges eljárások, ezek közül néhányat fel is elevenítünk, megmutatjuk, hogy milyen a Luca búzája így karácsony előtt, hogy hogy állunk mi december 16-án, a 13-án elvetett Luca búzával, készítünk hagymakalendáriumot is például, és hát természetesen ilyenkor nagyon fontos az, hogy ki az első vendég, aki érkezik hozzánk, hiszen ha férfi volt, akkor örültünk, ez egy nagyon fontos dolog volt, mert akkor a jószágállományunk gazdag lesz, bő termésünk lesz, viszont hogy az első vendégünk lány lesz, akkor kevéssé lesz bőséges áldás a gazdaságunkon, tehát erre is fogunk majd figyelni, és beszélgetni fogunk a vendégekkel ezekről a dolgokról, mindeközben pedig készítünk szaloncukrot, készítünk termőágat, és hát természetesen kontrasztba állítjuk a csarodai paplakot is, ahol ugye a lelkész házaspár már modern és különleges tanult emberként már a karácsonyfát díszíti, és annak megfelelően fogjuk fogadni az ottani csarodai parókiába a vendégeinket is. Tehát ott már egy polgári interjőrt láthatnak majd a nézők. Itt a szaloncukor készítés úgy tudom, hogy a Tiszadlubi házban lesz. Ebbe is bekapcsolódhatnak, vagy ez egy bemutató lesz tulajdonképpen? Készítünk már erőre is, és a kisebbek a szaloncukor csomagolást próbálhatják ki. A felnőtteknek javasoljuk azt, hogy próbálkozzanak meg azzal, hogy a szaloncukrot ők kavarják ki. Nagyon egyszerű, három összetevős receptből készül az egész, és valóban inkább cukorka, mint a mostani forgalomban lévő szaloncukrok, de nagyon ízletes lesz, és ugye hát sejem papírra csomagoljuk, alufóliával díszítjük, illetve ahogy a gyerekek szeretnék a kreativitásuk szerint. Készítünk pattogóból is füzért a karácsonyfánkra, hiszen ez is egy díszítő elem volt, és hát természetesen a mézes kalácsokat is, amennyit szeretnének, annyit díszítenek a vendégek. És hány órától hányig várjátok az érdeklődőket? Délután egykor már nyitjuk a kapukat, 2-től lesznek a programok, pontosan egészen 6-ig. Este 6 órakor pedig tényleg már egy ilyen igazi meghitt karácsonyestét élhetnek át a múzeumfaluba. Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük, és nektek is áldott ünnepeket kívánunk. Viszont kívánom. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, jönnek a Vármegye legfrissebb hírei, azután pedig jövünk vissza a weekend második részével, maradjanak velünk. A mesék a ház körül és az állati történetek után idén novemberben megjelent az Állat sorsok című mesekönyv is. Vendégünk a szerző Zámbori Nélaska Ildikó. Szia Ildikó, jó estét! Szervusz! Kezemben tartom a három könyvet, úgyhogy mondhatni azt, hogy ez egy trilógia. Van-e összefüggés a kötetek között, vagy te vagy az összefüggés, tehát hiszen nyilván mind a hármat te írtad. Mesélj erről. Igen, valóban van összefüggés, bár ezen eddig még nem gondolkoztam. Az összefüggés az, hogy mind a három könyvem főszereplői, hősei állatok, aranyos, kedves, szerethető állatok, de a mi emberi érzéseinket érzik. A szeretet, a fájdalom, az tudni akarás, a felfedezés vágya hajtja őket, ugyanúgy, mint ahogyan az embereket is, és ez tetten érhető mind a három könyvemben, különösen a harmadikban. Mennyi idő alatt készültél el ezzel a kötettel, és van-e még a lelki tarsolyodban olyan történet, amit biztosan meg fogsz írni? A harmadik kötettel, meg úgy általában mindegyikkel körülbelül egy év alatt készültem el. És arra gondoltam, hogy én már többet nem írok, de most, ahogy jöttem erre a szereplésre,
gyönyörűen esik a hó, és engem ez már annyira megihletett, mert annyira szeretem a hóesést, még akkor is, hogyha akadályozza a közlekedést. Tehát eleve a természet szépségét nyilvánuljon az meg bármilyen formában, nagyon szeretem, és ez igen ihletet ad, de azért nem tervezem, hogy írjak róla most még. Ildikó, hogy érzed így a három kötet után, közelebb kerültél-e még a természethez, de nyilvánvalóan közel voltál hozzá, hiszen akkor nem ez lett volna a témád, és esetleg felfedezel-e magadban olyan tudást róluk, amellyel mondjuk korábban nem rendelkeztél? Igen, közelebb kerültem, bár mindig is közel voltam, és nyitottabb lettem. Nyitottabbá váltam, érdekes módon én úgy érzem az emberek felé. Azzal, hogy a lelkemet mertem kiadni, leírni a belső gondolataimat, ezzel közelebb kerültem szerintem az embertársaimhoz. Az Állatsorsok című új kötetedben minden a képzelet műve, vagy vannak olyan állatsorsok, amelyet mondjuk végigkövettél életed során? Alapvetően a képzelet műve, de például a leghosszabb mesém az Állatsorsokban a Kutyasors. Uh-huh. Ezt az ihlette, hogy láttam a Facebookon többször is a kutyamenhely állatvédő egyesületek, nyilván ők jelentettek meg ilyen képeket, ahol a kutyák állnak a ketreceikben, és a szemükben annyi fájdalom, annyi megpróbáltatás van, és annyira elvágyódnak a ketreceikből, hogy ez engem a szívem mélyéig megérintett, és akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon hogy lehet az, hogy ennyi szabadjára engedett állat van, akikről nincs, aki gondoskodjon, és akik arra várnak, ahogyan írtam a könyvemben is, a Kutyasors mesében, kapaszkodnak, ugye idézőjelbe téve, mert úgy viselkednek, mint mi emberek, kapaszkodnak a ketrecükben, és a szemükkel könyörögnek, hogy engem vigyél el, jó leszek. Most arra gondoltam, hogy még milyen szerencsések azok a kutyusok, akik mondjuk egy menhelyen vannak, és jön a hideg, és ahogy említetted, ugye a hóesés, de nagyon sok állat van az utcákon, és sajnos évről évre sok kutya és cica megfagy, hogyha nem sikerül őket védett helyre vinni. Úgyhogy egy picit azt gondolom, hogy az érzékenyítés is ennek a kötetnek az egyik fő erénye, hogy esetleg a gyerekek, akiknek a szülők elolvassák ezt a mesét, már felelős gazdik lesznek, és akik úgy nőnek majd fel, hogy fontos lesz számukra a természet, a növények és az állatoknak a szeretete és tisztelete. Igen, egyébként ezt a szót, ahogyan mondtad, hogy érzékenyítés, nagyon jól rátapintottál a lényegre. Mert egyáltalában nem csak a Kutyasorsban gondoltam erre, hanem tulajdonképpen mindegyik mesémben benne van. Mindegyik mesém happy enddel, boldog kimenetellel zárul, mert hisz gyermekeknek írom, és ez nagyon fontos, de vannak benne rossz dolgok is, amelyek történnek az állatokkal. És arra gondoltam, és mindig is így gondoltam, amikor a saját gyermekeimet neveltem, hogy szabad a gyerekeket időnként szembesíteni nehéz fajsúlyú dolgokkal is. A gyerekek is emberek, nem kis kirakati babák, akik csak nevethetnek és vidáman játszadozhatnak a játékaikkal. Nem baj, ha megérinti a szívüket néhány dolog. Szerintem ezáltal gazdagabbá válnak. Az érzelemviláguk így fejlődik, és ez szinte minden mesémben benne van. Illetve azt gondolom, hogy időben, a megfelelő életkorban ki tudnak alakítani egy olyan védekező mechanizmust, vagy egy olyan megoldási stratégiát, amivel aztán felnőttként meg tudnak küzdeni az esetleg sokkal nagyobb nehézségekkel, ellentétben azokkal a gyerekekkel, akik egy rózsaszín vattacukor életben élik a gyermekkorukat, és utána, amikor kilépnek a nagybetűs életbe, akkor ugye ott sokszor arcul csapásként éri őket az emberi gonoszság, vagy a világ egyébként sokszor kegyetlen volta. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sok szülő
számára egy nagyon jó kis karácsonyi ajándék lenne, hogyha már előre gondolkodna, és ilyen motivációval venne például ajándékot, ami bekerül majd a fa alá. Hát Ildikó, szívből gratulálunk, akkor akár mind három kötet is jól mutatna, és éppen érdekes volt, mert ahogy itt belelapoztunk, az állatsorsok témája, ugye a karácsony a szeretet ünnepe, amikor ezért még az állatoknak is jobban fáj, hogyha nincs szerető gazdéja, mint a többi szürke hétköznapon, és hát azért szívből reméljük, hogy lesz majd folytatás, mert én úgy gondolom, hogy ha nem a hóesés, hanem valami más, akkor mindenképpen lesz majd témát. Gratulálunk még egyszer! Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ha már állati kalandokról volt szó az előző percekben, maradunk is ennél a témánál, ugyanis családot alapított Kátya, a Nyíregyházi Állatpark Ukrajnából megmenekített selyem majma. Hátán hordozza ikreit Kátya, a Nyíregyházi Állatpark fehér pamacsos selyem majma. A kicsik szeptember végén születtek. A gólya hír azért is örvendetes az állatkert számára, mert Kátya nem mindennapi körülmények között került sóstóra. Tavaly az elsők között menekült egy ukrán család el Ukrajnából, Kijev mellől, és jöttek a nagyszülők, jött a mama, a gyermek, a papa ott maradt, nem tudott átjönni, de hoztak egy csomó állatot, köztük kutyákat, akikkel tovább tudtak menni Németországba, de volt nekik egy háznál nevelt pici fehér pamacsos helyen majmucskájuk, egy nőstény, akinek mi nem tudtuk a nevét, de Kátya névre kereszteltük. Ők mielőtt a határ értek, már kerestek minket, hogy szeretnék azt a Nyíregyházi Állatparkba hagyni azt a kis majmot. Mi szeretettel befogadtuk. Kátya arról híres, hogy ő volt az első ukrán menekült állatkerti állat, aki itt Magyarországon talált magának menedéket. A Nyíregyházi Állatparkban nem volt nekünk akkor fehér parmacsos selyem majmocskánk, ő volt egyedül, és úgy gondoltuk, ne maradjon egyedül. Így hoztunk hozzá Hollandiából egy himet, és nagyon hamar szerelembe estek. Ez azért is érdekes, mert a Kátya eddig csak embereket látott, emberek voltak a társai. És nagyon hamar megkedvelték egymást, szépen jól éltek egymás mellett, míg nem. Idén 5 hónapi terhesség után megszülettek az ikreik, és hát nagyon boldogok vagyunk, hogy családot alapított, és most a mama hátán két kis majmocska kapaszkodik, és jön-megy, ismerkedik a világgal. Egyre ügyesebben mozognak a kicsik, a felfedező utak mellett pedig már az evésben is önállóbbak. Hát a menüjük iriglésre méltó, mert hogy naponta 3-szor kapnak takarmányt, most az anyukára különösen figyelünk. A reggeli az mindig fehérjedús csirkemell, vagy marhaszív, esetleg liszkukat, vagy gyászbogárlárva, most pedig a déli ebédet fogják megkapni, ami elsősorban gyümölcsfélékből áll, de délután pedig egy speciális majomsütit fognak fogyasztani. A szülőpár ügyesen beosztja a kicsik gondozásával járó feladatokat. Nem csak az apróságok rendelkeznek kicsi testtömeggel, de a szülők is, úgyhogy a csapatmunka az nélkülözhetetlen. A kölykök körülbelül 50 grammosak, de a szülők sem nagyobbak 200 grammnál, úgyhogy mikor mondjuk egy szülőállat az ikerpár mindkét tagját magán hordozza, akkor testsúlyának a felét kell cipelnie, úgyhogy a papa és a mama felváltva szokta őket gondozni. Arról, hogy Kátya sorsa hogy alakult az elmúlt másfél évben, szinte mindent tudnak az egykori tulajdonosok. Kátya annak idején Zoé névvel érkezett hozzánk, és a tulajdonosokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A család egyébként elmenekült Ukrajnából, és jelenleg Németországban él, és terveik között szerepel az is, hogy meglátogatják a kicsiket, és most fogjuk felajánlani nekik azt, hogy ők adjanak nevet az ikreknek. Alapvetően ők mondták meg, hogy Kátya annak idején milyen takarmányon élt, mihez szokott az állat. Ugye több lépésben zajlott az állatnak a visszavadítása, hiszen az idáig egy családdal együtt élt, viszont mindenképpen szerettük volna, hogy saját majomként élje a mindennapjait az állat, úgyhogy ezért hoztunk hozzá Hollandiából egy hímet. Itt nagyon izgultunk, hogy vajon elfogadja őt fajtásának, ez gördülékenyen zajlott, és most már megvan a szerelmű gyümölcse is. A Brazíliában őshonos kisállatok már megtekinthetőek a Nyíregyházi Állatpark Victoria házában, ahol több más karmos majomfaj szomszédságában élnek. A
figyelmes Kölcsei televízió nézők már láthatták Kéri Péter új filmjét novemberben, a gasztronómiai kalandozás a Peteráktól a Tiglifütyőig címet kapta. Erről beszélgetünk most. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok! Jó étvágyat kívánok! Sajnálatos módon nem hoztatok semmi finomságot, bár ugye mi mindig kérjük, hogy a vendégek, akik kajáról beszélnek, azok nehogy úgy jöjjenek ide, hogy nem hoznak valamit, mert ez az igazság, egyenértékű a kínzás. Nem volt időnk lelőni a tiglifütyőt. Virtuálisan hoztuk el, csak virtuálisan hoztuk. Ki találta ki ezt a címet? Hát ez egy érdekes történet. Balázsral már elég régen dolgozgattunk együtt, és valamikor márciusban volt egy filmbemutatónk, a Lubi Margit életét feldolgozó kis filmecskét vetítettük Nagyarban, és akkor beszélgettünk ott, hogy ki mit csinál. És akkor mondja Balázs, hogy hát ő, neki vannak mindenféle ilyen népi dolgai, gyűjtései, és hát a gasztronómia is érdekes benne, és hát például ott van benne a tiglifütyő, meg a peter, és mondom, állj, mert mi ez? Hát ezt hol lövik? Vagy ez, egyből fölkeltette az érdeklődésed. Hát ha nem mondja ezt így el, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna annyira a dolog, de ez felcsigázta a figyelmünket, és aztán addig-addig, hogy abban állapodtunk meg, hogy akkor ezeket meg kellene csinálni, ezeket a filmeket, és aztán jött a következő lépés, az előkészítés ezeknek a filmeknek, helyszínek, szereplők, stb. És hát elkezdődött a munka tulajdonképpen. Ez egy 6 különböző ételt feldolgozó kis kétrészes film tulajdonképpen. Akkor amikor ezt itt kimondtad, akkor már sejtetted, hogy erre rá fog harapni idézőjelbe Papó, vagy régen érlelődött már benned, hogy ezt a témát is feldolgozzátok? Olyan túl régen nem, mert a tiglifütyőről én sem nagyon tudtam egy pár évvel ezelőttig, amikor a anyukám 83 éves jelen pillanatban, ő mondta, hogy tiglifütyő, és akkor mondom, az mi? Hát ez gyakorlatilag túrós galuska, de hát arra kifigyelne fel, hogy túrós galuska, de nem is teljesen galuska, mert szaggatni kell a tésztát. Elmondta, hogy mi ez a tiglifütyő. Ez egy viszonylag egyszerűen elkészíthető étel, és egyből volt hozzá recept is, meg hozzá történet is, mert én írogatok ugye, és a gasztro írásaimnak egy része az úgy épül fel, hogy nem pusztán az ételt főzöm meg abban a kis írásban, hanem valamilyen történetet kerítek hozzá, vagy kerekítek hozzá. Minden megfőzött ételnek van külön története, azon kívül, hogy ugye maga az étel is egy történet, meg az összetevői, meg az, hogy mikor készítették, meg milyen alapanyagokból, milyen az év mely szakához kötődött, mert ugye sült uborkát jellemzően nyáron készítettek, vagy sült paszújt is például. A peterákot azt meg tavasszal, a tiglifütyőt bármikor lehetett. Hány ilyen étel van a fejedben, vagy mennyi ilyen ételről tudsz? Mert ugye most 6 filmesítettetek meg. Hát jóval több van, én nem tudok főzni egyébként, de akik... De elméletben jó vagy. Elméletben jó vagyok, meg enni szeretek. Akik ott közreműködtek a forgatás során, hát ők világbajnokai a saját mesterségüknek, és akkor több alkalommal a rongyos lapótjától kezdve, a derején keresztül, hadd nem mondjam még, hogy milyen most hirtelen nem sok minden jut eszembe, de nagyon sok olyan kaja van, vagy étel van, népi étel, mert a kaja az ugye az egy pejoratív fogalom, azt törölném is innen, ami alkalmas, meg érdemes arra, hogy megörökítse az utókornak a Kéri Péter. És a film tematikájában is így van, tehát, hogy persze, ugye az étel elkészül, vannak a hozzávalók, a recept és egy történet is? Így van tulajdonképpen. Az első olyan filmet, ami gasztronómiával foglalkozott, 87-ben készítettük. Ez az itteni televíziózás őskora, és akkor egy forgatás kapcsán vidéken járva megismerkedtünk olyan emberkékkel, akik csinálták ezeket a dolgokat még Bográcsban, pásztorélet, ételek, stb.
és akkor csináltunk egy 13 részes sorozatot. A korábban született nézők még valószínű, hogy emlékeznek rá, ez volt a Szabad tűzön sorozat. Na, abban az időben a te feleségednek nem kell ezt főzni, mert nagy kondérral érkeztél. Ezekben nem csak az a szép ezekben a filmekben, hogy megismerkedünk mi is egy teljesen olyan világgal, amiben még nem jártunk, és egy olyan étellel, amit még lehet, hogy nem ettünk, legalábbis olyan verzióban, de hát amikor elkészül a film, akkor meg kell enni ezt a kaját, ugye, ezt az ételt, ahogy... Ezek szóval... nagyon jó kis koronái lehettek a munkának, amikor ott arról is készültek egyébként felvételek, amikor a stáb a végén elfogyasztotta ezeket a finomságokat? Tulajdonképpen igen, a résztvevők. Hát, mi ugye vettük föl, ahogy ők falatoznak, aztán nyilván mi is ettünk belőle, de hát csináltunk egy pár képet. És való igaz, hogy ugye van egy gasztronómiai vonala, illetve hát mégis egy néprajzi vagy népi gasztronómiai értékteremtő és értékmegőrző vonala is, hiszen olyan ételeket mutattok be, amit lehet, hogy tulajdonképpen most kezdenek majd egy-egy ilyen sorozat, vagy egy-egy ilyen rész megnézése után elkészíteni a nézők, mert soha nem találkoztak vele. Kíváncsivá teszitek őket, és ezt meg akarják kóstolni. Így van, és ebben még az az érdekes, hogy ugye a régi időkben nem nagyon dúskáltak javakban az emberek, főleg vidéken, és szinte semmiből csodákat tudtak művelni. És hát tulajdonképpen ez is erről szól. Hoznám itt példának a bagoly tüdőt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy gyümölcsleves, amit aszalt gyümölcsökből készítettek. És de miért ez lett a neve? Mert az egyik alapanyaga vagy összetevője a aszalt körte, és az a domináns szín, és állítólag a bagolynak a tüdejének a színe az hasonlít az aszalt körte színéhez. Nem tudom, hogy ezt így milyen analitikus módszerekkel terítették, hogy most felboncoltak egy bagyot, biztos, hogy nem, de jobban hangzik, mint a gyümölcsleves. Amúgy finom nagyon egyébként. Végül is mi alapján választottátok pont ezt a hatot? Ez volt a legfinomabb, vagy a leglátványosabb? Mert ugye nyilván itt azért filmes szemmel is hát, néztétek igen, a történetet. Hát is. A neve az elsődleges természetesen. Az ízekkel még akkor nem nagyon voltunk tisztában, úgy elmondták, hogy ez milyen alapanyagokból készül, meg hogy ez hogy fog kinézni, hát jó, de hát meg kell kóstolni, mert úgy ne ajánljuk a nézőnek, hogy nem kóstoltuk meg, és esetleg valami probléma van vele. Volt már rá példa, nem ebben a filmben, más filmben, hogy kísérleti jelleggel csinált az illető ételeket, és hát nem került adásba, mert megkóstoltuk, és azt mondtuk, hogy inkább ne. Na hát ez nem erről szól. Mi volt a kedvencetek, ami a legjobban bejött? Hát, ez a sült bab és sült uborka, ezt hogy kell elképzelni? Egészben az uborka, vagy nem, esetleg... Nem, a sült uborka, az először meg kell kovászolni az uborkát, és a kovászos uborkát kell felszeletelni, azt kell kisütni, és akkor arra megy zsírban, és arra megy a tejfölös öntet, és azt kell rásütni. De isteni finom. Ez egy önálló étel, tehát önálló nem nokedlivel, nem, vagy bármi, ez csak ez egy ilyen reggeli étel, így hirtelen. A sült babot, vagy hát én inkább passzulynak mondanám, azt pedig tojással szokták. Az hasonló a elkészítési módja a sült uborkához, hogy ezt hűes zöld passzulyból vagy babból kell készíteni, és akkor azt kisütni ugyanúgy zsírban, és tojásról össze, olyan, mint a gombás tojás. Egy másik kérdés, egy technikai kérdés, szerkesztőként még a forgatáson is van beleszólásod a dolgokba, vagy ott már szabad kezet adsz az operatőrnek? Péter a főnök. Igen. Hát a receptekben mi nem nagyon szólunk bele, viszont hát nyilván ez egy több kamerás felvétel volt, de attól függetlenül sokszor le kellett állni. Ugye nem várjuk meg, hogy teljesen elkészüljön az étel, mert az hosszú idő, és hát nyilván ez egy technikai háttér, hogy előkészítik az alapanyagokat, és tulajdonképpen pörögben meg tudjuk csinálni. Nos, hát akkor Peter Ágtól a Tigli Füttyői kirándulás a Szatmári Erdőhát gasztronómiájában, és ezt majd itt a Kölcsei Televízió képernyőjén is nézhetik a nézők, megtanulhatják és meg is kóstolhatják. Akit érdekel ez a dolog,
11-én, hogyha 11-én. Ha eljön a könyvtárba, igen. Fél négytől lesz, ugye? Fél öttől lesz. Megyei könyvtárban. A nagy teremben a bemutató, ott is látható lesz ez a két film. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok, és gratulálunk. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Szépen. Akik lemaradtak a film premierjéről, azok most jól figyeljenek, mutatunk egy kis részletet. Akik pedig a teljes filmet látni szeretnének, azok nézik a Kölcsei Televíziót december 20-án, 21 órakor. Ekkor adjuk le ismét az első részt, a film második része pedig december 27-én, 21 órától lesz látható. Gyerekek, fiatalok, most egy újfajta reggelit készítek nektek. Lehet, hogy ízlik, lehet, hogy nem. De megkóstoljátok. Ez egy régi, ősi, finom reggeli. Az, hogy fogok egy kis zsírt, teszek a teflon sütőbe. Ez már nekem szakma, és megyen sorba. Figyeljetek csak, hogy megyen. Ajaj. Előkészítem a kovászos uborkát. A gyerekek, összevágom az uborkát kockára. Finom reggelit akarok készíteni, nehogy én rossz ideje halljak, hogy mama nem csinál meg. Ilyen mama. A zsírba belerakom az uborkát. Itt mindenki termel saját uborkát magának. Sőt, konzervuborkát termelnek a gyárnak is. Igaz, hogy egyre kevesebben, mert igen munkaigényes. Aztán már mindenkit húzódik ilyen munkától. Ez igaz, hogy ez cselédmunka. Én megmondom őszintén. Egy nem lehet kihagyni egy napot se, egy permetezés se, és ha nekünk nincsen, akkor veszünk a gazdáktól, akik termelnek. Kész. Berakni főleg, most meg hamar tönkrement. Hát nekem is tönkrement, hamar igaz, hogy raktam eleget, mert időbe elkezdtem. Na, belerakom én a többit is, mert hát sokan vagyunk, hál' Istennek. Ha kell, még vágok hozzá. De előkészítettem, amennyi kell, gondoltam, de ha kell, akkor vágom. Na, jó gyerekek, ezt oda teszem a tűzhelyre, és megpuhítom. Figyeljetek csak, hogy megy ennek a módja. Hát majd felfűszerezem, ami kérdez. Általában erre nem kell, csak egy kis só. Majd megadjuk az ízét. Hogyha az uborka nem sós, akkor utána pótoljuk. Ó, meg is puha, milyen puha. Úgy de kellemes itt. Szagabban meg íze. Meg is kóstoltam. A gyerekek, ezt én fogom. Lisztele funtem. Amennyi csak kell. Összekavarom. Hát úgy látom, hogy sűrű. Nem baj, most jön a tejföl. Ó, gyere csak, drága tejföl, friss. Ó. Úristen. Ez is jó. Na, még ha kell, akkor teszek. Na, visszateszem, felsütöm. Hát úgy látom, hogy még kell egy kis tejfő hozzá. Teszek rá. Van miből. Ó, friss tejfő. Ó, de gusta. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, illetve még egy gyors játékra maradt időnk. Páros mozi egyet nyerhetnek, ha tudják, mi az a peterák. A helyes válaszhoz mankót nyújthat Kéri Péter filmje, a megoldásokat pedig ezúttal is Facebook oldalunkon várjuk. Vasárnap ne felejtsék el meggyújtani a reménygyertyáját az adventi koszorún, jövő héten pedig tartsanak velünk ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!